Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő szeret téged, de nem mondja ezt ki. Miért? Mi az oka? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ma újra ezt a füstölőt használom, ami kihat az érzelmekre, a szerelemre. És a drágakövek itt most hematit. Mit jelent ez a drágakő? A régi egyiptomiaknál, de Babilóniában is hematit, ez a kő, azt jelentette, hogy megvolt a kapcsolat az égi hatalom között. Gyakran olyan figurákat készítettek, és különböző isteneket ábrázoltak. Ez a kő, hematit, ez jelenti azt, hogy megvan a kapcsolat az isteni, az égi hatalommal. Van gyógyító hatása, ami a vérképzést, a vértisztítását jelenti. Hematit az összefüggésben áll a gyökér csakrával. Ahol még a hematit segít nekünk, óv bennünket a külső akadályoktól, a veszélyektől, vagy hamis személyektől, esetleg óv bennünk a fekete mágiától. Hematit az összefüggésben áll Mars bolygóval, Plutó bolygóval, és a Kos energiájával, és a Szkorpión energiájával. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ez a férfi feléd tekint, de te, mint nő, alatta vagy a képen, tehát elnyomja az érzelmeid. Holott itt kettőtök között megjelenik a szív, megjelenik a szerelem. De ő nem beszél nyíltan erről. A háttérben viszont ott van a hold energiája, itt megvannak a vágyak, a remények, az álmok, az elképzelések, de jelenleg nem beszél nyíltan erről. Holott te megjelensz az álmaiban. Mi az oka? Itt vannak nála fontos beszélgetések, ami az otthonát illeti, vagy a családot. Ez lehet a szülői ház, lehetnek a rokonok. Itt tisztázódik valami, tehát fontos beszélgetések lesznek, és a virág jelentheti azt, hogy van kerti munka nála, vagy valamit megszépít az otthonában. Itt lesznek nála változások, ami az otthonát vagy a családját illeti. Ami kettőtöket illet, itt lesz beszélgetés, nyíltan fog beszélni bizonyos dolgokról, itt az otthonáról, a családjáról van szó, és a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, vagy egy meghívást, és szeretné azt, hogy oda menj hozzá, vagy ő látogat meg téged, és nem jön üres kézzel, hiszen itt a virágcsokor jelenti az ajándékot. Az is lehet, hogy tervez valamit, erről szeretne beszélni veled, és ez lehet egy közös otthonnak a kiépítése. Vagy ha már együtt vagytok, akkor itt tisztázódik valami, és ez a beszélgetés nagyon kellemes, hiszen a virágcsokor jelenti ezt a kellemes meglepetést. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!